Az egykori istálló épület felújítása a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében valósult meg 1,5 milliárd forint Európai Uniós és 300 millió forint hazai forrásból. A projekt keretében megújult az egykori istálló épület, ahol családtörténeti, kastélytörténeti és ezenetörténeti kiállítás kapott helyet, és rendezvénytermet is kialakítottak. Hatalmas örömet és büszkeséget lelünk abban, hogy a családunk egykori tulajdonának a felvirágoztatásában részt vehetünk, és hogy ezen keresztül a kulturális programjaink kapcsán hozzájárulhatunk Magyarország jobb nemzetközi megismeréséhez, megértéséhez. Ennek a fontosságát gondolom ma nem érdemes részletezni. Ez is számunkra közfeladat, és ezt a tulajdonos magyar állam egyetértésével, hozzájárulásával tehetjük meg. Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára az új kastélytörvényről beszélt többek között a projektzáró ünnepségen. Mint mondja, az új törvény megtart, megtakarít, gyarapít és garantál. Megtartja az állami tulajdonban a nemzeti történelem műemlékeit, gyarapítja a műemlékvédelemre, fenntartásra, üzemeltetésre szolgáló forrásokat, de közben a kincstárat kíméli, bevonva a magántőkét is az értékmegőrzésbe. Az új törvény garantálja, hogy a tartós vagyonkezelésbe vagy magántulajdonba adott intézmények megőrzik a közfunkciójukat. Klasszikus után szabadon a kastélytörvény hatálya alá tartozó intézmény vagy közgyűjtemény nem veszíti el közvagyon jellegét, inkább megerősíti azt. Mindez egyszerre következik a törvény betűjéből és a szelleméből. Ami az előbbit illeti. A tartós vagyonkezelésbe és vagy tulajdonba adott kastélyokat, azok parkjait, gyűjteményeit, tereit szigorúan előírt módon és időben, félreértés ne essék, az év túlnyomó részében hozzáférhetővé kell tenni a polgárok számára. A kastély főépületében is történt változás a beruházásnak köszönhetően, antik bútorok kerültek a termekbe, helyiségekbe, történeti játéktér, gyerekfoglalkoztató jött létre, és családtörténeti kiállítást is megtekintett a látogató.